Facebookos üzengetés lett abból az indexes vitaműsorból, amelyben Pár Márton a homoszexuálisok örökbefogadásáért kampányoló aktivista és Máté Zsuzsa négy gyermekes újságíró ütköztek volna meg. A családos család kampányvezetője csak a kényes témákat kerülte volna, úgy mint a gender ideológia egyre agresszívabb nyomulása és például a nemváltó váltó hormonkezelések ügye. Itt van már velem szemben Máté Zsuzsa újságíró, köszöntelek, jó napot kívánok! Én is köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a nézőket! Ugye a meghívást kaptál erre a bizonyos indexes vitára, azt nyilatkoztad, vagy azt mondtad utána, hogy meglepett ez a megkeresés. Miért? Meglepett igaziból, nem vagyok sem egy médiacelebb, sem különösebben nem diszponáltam magam ebben a témában, azon túl, hogy egyébként elég régóta foglalkoztatnak az idevágó kérdések. Ennek elsődleges oka az az, hogy én is gyerekeket nevelek, akkor kezdtem el blogolni, amikor a most már kamasz három nagyobb gyermekem pici volt, és hát egyszerűen ezek a témák, hogy a világ iránt valamelyest érdeklődő keresztény családanyaként érdekeltek, és ahogy ez egyre inkább hangsúlyosabbá válik a közbeszédben, így ez az érdeklődés ez nem kopott, sőt, tehát az az van meglepett, hogy mondjuk egy indexes vita műsorba meghívtak. Világos, el is vállaltad ezt a meghívást, igen. hogy igen, mondtál erre a meghívást. Hogy alakult ezek után az egyeztetés? Igen, tehát megkeresett bennünket a szerkesztő, e-mailes levélváltás folyamat indult el, amiben az volt az alapvetés, vagy hát a vitának a szabálya, hogy három-három kérdést lehetett megjelölni, és értelemszerűen Pál Márton, a szivárvány családok alapítványnak a létrehozója. Ő a saját témáit, tehát magát ezt a család, az családkampányt, az örökbefogadásnak a kérdéskörét, illetve a homoszexuálisok által nevel gyerekeknek a jogait, vetette föl. Mi lett volna a te Igen, az én, én témáim pedig alapvetően a gender ideológiára vonatkoztak volna, hogy meddig tehát, hogy van-e határa a családnak, hogy a család, az család teutológiá, vagy teutológiából kiindulva, a másik az a, a gyerekeknek a szexuális orientációval kapcsolatos érzékenyítési folyamatai, amik azért egyre több országban, egyre dominánsabban vannak jelen. Ehhez kapcsolódóan ugye ennek egy még szélsőségesebb lépése a hormonkezeléseknek, a vagy hormonterápiának a, a kérdésköre. De ezekben a, a témákban, hát elutat, elutasítást kaptam, tehát a témához nem illeszkedőnek tekintettek illetve arra hivatkozott a vita partner, hogy ő ezekben nem, tehát ezeknek a kérdéseknek nem szakértője. De hát egyikünk se szakértőként volt megkeresve, hanem hangsúlyozottan szülőként. Azért érdekes ez a felvetés, egyébként a hetek úgy ír erről az egész folyamatról és a vitáról, hogy ez így egy szájkos vita lett volna, nem? Bár ugye végig azt kommunikálta, hogy ők mindig is nyitottak a vitára, akár élő műsorban is szívesen vitatkoznának erről a témáról, és most akkor mégiscsak szelektálnának a témakörök vagy a felvetések között. Egyeztettél-e bárkivel a vitára való felkészülés előtt? Tehát beszélgettél-e érintettekkel, emberekkel? Azért kérdezem, mert ugye itt van ez a felállás, itt van egy, egy azonos nemű pár egyik fele, akik ugye gyermeket nevelnek, és ebben a kampányban részt, vagy itt vagy te konzervatív családanyaként, egyáltalán ez egy, ez egy, konzervatív, liberális vita, vagy pedig egy, egy heteroszexuális, homoszexuális közösség között zajló vita? Hogyan látod? Hát mindenképpen egy értékrend, illetve egy antropológiai vita végső soron. Tehát ugye... Amiatt kellett volna ezeket a témákat csokorban tárgyalni, és ezért gondolom azt, hogy ez a zászlajában egy szivárványos zászlóval jelképezett ideológiai csomag, ez nem választható szételemeire, mert ugye az az alapvetése, hogy tulajdonképpen az embert a biológiától, vagy, tehát konstrukciók alapján véli az egyes emberi tulajdonságokat szelektálni, és eltekint attól, hogy egyébként van egy biológiai adottsága az embernek, van egy töredékessége az embernek, és ezt valahogy egy maximálisan javítható ként kezeli, holott ez nem nem gondolnám, hogy így van. Mi a tapasztalatod? Minden homoszexuális így gondolkozik? Vagy minden nem. leszbikus? Vagy minden nem. az LMBTQ csoporthoz tartozó személy így gondolkozik? Nem, sőt, nagyon érdekes volt, hogy amikor kitettem ezt a Facebook posztot, amire egyébként Pál Márton reagált, itt csak egy zárójelben még annyit mondanék, hogy ő a mozgalmát azt el is tekint, tehát nem is melegjogi mozgalomként tekint rá, hanem családjogi mozgalomként, ami szintén felvett kérdéseket. De nagyon érdekes volt, hogy megkeresett ö, ö, privát üzenetben egy ö, Brüsszelben élő leszbikus hölgy, aki elmondta nekem, és tényleg nagyon őszintének tűntek az indulatai, meg az elkeseredettsége, hogy ő egyébként egy konzervatív ember, aki tisztában van azzal, hogy ő eltér a normalitástól, de ezt a mi voltját, tehát nem viszi ebben szélsőséges irányba tovább, hogy az LMBTQ aktivisták, hanem ő tudomásul veszi, hogy más, mint a, a normális. Ő egyetért azzal, hogy egyébként az alaptörvényben az apa-férfi, anya-nő evidencia le van írva, de hogy higgyem el, hogy neki a legnehezebb, mert hordozza -e ezt a keresztet, és közben a saját társai kivetik abból a körből, és nem egy ilyen szeméről tudok, nekem is van egy homoszexuális, nagyon normális fiú ismerősöm, aki ugyanígy van, és nem mernek nagyon megszólalni. Ugye nem csak ezekben a témákban, például a kulturális témákban is látjuk, és sokszor tapasztaljuk, hogy aki nem üvölt együtt a kórussal, vagy nem üvölt együtt a farkasokkal, azt kiátkozzák. Tehát, hogyha mondjuk az LMBTQ csoport tagja valaki, akkor ugyanazt az ideológiát és ugyanazt az erőszakos nyomulást kell magáinak vallania, sőt, hirdetnie is. Na de, megrekedt ez a vita. Most ezt te megfutamodásként éled meg, vagy hogy Pál részéről? Hát valamelyest igen, tehát nem tudom másképp értékelni, mert az a benyomása az embernek, hogy ez a fiú egy, egyébként egy szimpatikus karakter, tehát mintha nem, nem is engednék őt konfliktusos helyzetekbe kerülni, hanem meg akarják körülni. Nyilván neki van egy személyes története, ami miután részese ennek egy kisfió, akinek a sorsa nyilván mindenkit megráz egy nehéz helyzetbe, tehát egy örökbefogadó kisgyerekről van szó. Tehát talán nem is érdeke neki az, hogy ebbe valami zavartán az erőben, hogy úgy mondjam, tehát ő inkább egy ilyen pozitív személyként, és lehet, hogy ebben ez nem lett volna hasznára, de mondjuk a szerkesztő sem mondta azt, hogy egyébként a három-három az az releváns, hanem ő is azt mondta, hogy ez nem tartozik a tárgykörbe, és innentől gondoltam, hogy egyébként akkor most tulajdonképpen minek is menjek el, hogyha nem kíváncsi senki arra, amit én gondolok erről. Lesz vita? Ettől függetlenül? Én úgy tudom, hogy egyébként létre fog jönni, igen. Kíváncsian hát várjuk a fejleményeket, hogy ki lesz az, az utolsó Ugye azóta részt vettél egy felmérésben is, Igen. amely ugye a hormonkezelésről, nemi szerepekről, a hagyományos családfelfogásról is felvett kérdéseket, illetve a kutatás ezekre a területekre is kiterjedt. Kinek a megbízásából készítik ezt a felmérést? Mit lehet tudni? Igen, ez is érdekes volt, ez is ennek az elmaradt beszélgetésnek a hozadéka, tehát tulajdonképpen megindult egy folyamat a meg nem valósult beszélgetés kapcsán. Itt egy eltén pszichológus kutató keresett meg, és azt mondta, hogy egy anonim kutatásba szeretném invitálni, mert kíváncsiak a konzervatív nézőpontra. Ő genderügyekben jelölte meg a tárgyat, de ez egy másfél órás jó hosszú beszélgetés volt, ami valóban érintette a nemi szerepek, LMBTQ ügyek, akkor a transz problématika, a hormonkezelések ügyét, tehát tulajdonképpen abortusz kérdését, és, és hát a háttértársaság a, a megbízó, aki ezt készítette. Úgyhogy egy kicsit ezért is úgy gondoltam, hogy visszatérve ugye az eredeti megkeresésre, hogy hát ők maguk is, hiszen a háttértársaság az, aki a Szivárvány család kért alapítványnak a mögöttes szellemi, és szerintem lehet, hogy egyéb módon is támogató szervezete, ezért ha ők maguk is egy csomagban tárgyalják ezeket az ügyeket, akkor nem biztos, hogy a részemről is ezen nagyon mellélővés volt. Világos, vagy hát legalábbis ezzel nyilvánvalóvá vált, hogy ők is egy csomagként kezelik. Na de mit gondolsz, hogy például mi az összefüggés mondjuk a transzjogok, a hormonkezelés és az abortusz kérdések között? Tehát ők miért kezelik egy csomagban? Hát ez szerintem alapvetően az emberi életről alkotott felfogásban gyökerezik, tehát és a jog, tehát a, felnőtt embereknek a joga van itt előtérbe állítva, tehát valahogy úgy érzem, hogy sem a legkiszolgáltatottabb magzatnak az érdeke nem merül föl az ő nézőpontjukban, hiszen tulajdonképpen önkényesen döntenek arról, hogy meddig szövetcsomó egy megfogant kisbaba, és honnantól kezdve tekinthető személynek, milyen védettség, ugye most már egészen abszurd szélsőséges irányokba ment ez el, hogy a várandóságnak a utolsó pillanatáig gyakorlatilag eh, abortálhatóként kívánják sokak a, a, a gyermekeket. De ugyanígy a gyerekeknek a, a jogait érinti, és masszívan érinti a, a, a szexuális nevelésnek a kérdésköre, illetve az, hogy <tosz> tulajdonképpen a szülői jogokat olyan értelemben korlátozzák, ugye ez most egy kanadai e, példa, hogy egy édesapa Pert, e, veszített, amikor a kislánya, tizenéves kislányát e, hormonkezelték, és tulajdonképpen az iskola nem tájékoztatta az édesapát, az orvosok e, ellenálltak az ő, ő e, véleményének vagy akaratának, sőt, hát tulajdonképpen kimondták, e, kimondtak rá egy ítéletet. E, és hát ez egy elképesztő folyamat. Igen, ugyanakkor erre sokan azt mondják, hogy ez Kanada az általat felhozott példa, a kilencedik hónapig engedélyezett abortusz az New York állam például, mi meg Magyarországon élünk. Miért foglalkozik ezzel egy négy gyermekes magyar édes? Hát vigyázó szemeinket, nem Párizs, hanem érdemes így a tengeren túra vetni. És Tehát hát azt gondolta, azért azt hogy látjuk, ez megérkezhet? Hát hogy Hát a, ugye az ENSZ szabályozásnak nem olyan régen volt az ENSZ nőügyi csoportjának egy egy alapdokumentumokat dolgoztak ki, amit tulajdonképpen ugye át akarnak vinni. Ebben az alapdokumentumban, ami a nőkről szólt, egyetlen egyszer sem szerepelt az a kifejezés, hogy anya. Ellenben a reproduktív jogok és abortusz kérdésköre, a genderkvóta. Tehát ezekkel van tele az LMBTQ problémák. Egyébként nagyon érdekes, mert ugye ez egy önmaga farkába harapó történet. Tehát itt most már ugye a feministák és feministák között is hatalmas harc van. Tehát akik azt állítják, hogy nőként kezelendő az is, aki egyébként biológiailag férfiként született, csak ugye transzneműként éli meg a maga valóját. Ugye itt érdekellentét kezd kialakulni a eddig elért egyébként sok tekintetben racionális női jogok, tehát azért a feminizmusok voltak olyan hozadékai, amik nyilván értelmesek, de ugye a, szélső, a maga szélsőségessége meg ideológikussága miatt ezek most már egymással is ellentétes, tehát az egy mondjuk megmosolyogtató állapot, amikor feministák együtt tűnteknek keresztény szervezetekkel Biden ellen, tehát itt már az ember egy kicsit úgy... E elveszti a fonalat. Világos, ugye itt van egy ilyen nemzetközi hálózat, amely képviseli ezeket az ügyeket, és ugye örülök, hogy rávilágítottál arra, hogy az LMBTQ csoportok együtt menetelnek az abortuszpárti csoportokkal. Ez azért felvett kérdéseket, hogy vajon miért képviselik keresztbe ezeket az álláspontokat. De hát nemzetközi hálózat, ahogy mondtad, ENSZ, UNESCO, nemzetközi okmányok, állásfoglalások, jogvédői, civil szervezetek, akik uniós állásfoglalások. És hogyha megnézzük mondjuk, hogy a tengeren túlon be a bizonyos szivárványos kampányban, vagy akár nálunk a családos család kampányban kikáltak bele celebritások, írességek, színészek, úgy érzi az ember, hogy a többség ezen az állásponton van, és a kisebbség pedig a hagyományos családmodellt védi. Te ezt így látod? Nem, meggyőződésem, hogy korán sincs itt, tehát csak szerintem egyszerűen annyira abszurd a felvetés, hogy, hogy nem így elengedi a, a fülemögött mögött, hogy na, ilyen biztos, hogy nem lesz. De hát önmagában abszurd ez, hogy az alaptörvényünk bele kellett írni ez, ezt a sokat idézett két mondatot. De hát ezt ugye csak akkor érthetjük meg, hogy miért került ez bele, hogyha ezt a nemzetközi, vagy a világban lévő összefüggést látjuk. És ez, én meggyőződésem, hogy ez egy masszív politikai termék egyébként. Tehát ez nem egy véletlenszerű eseménysoroknak az összessége, hanem, hanem itt tényleg azzal, hogy feldarabolják a társadalmat, és mindegy, tehát kisebbségenként vonják be a saját, hogy mondjam, hatalmi bűvkörükbe. Ez egy. Ez egy hatalomszerzési technika. Biztos, hogy vannak jó szándékú emberek, akik egyébként ezt nem ilyen módon űzik, tehát véletlenül se gondolnám, hogy, hogy mindenki ami nagyon furcsa ármányt szeretne ezzel végrehajtani, de, de, de az, hogy ez egy tudatos dolog és egy hálózat, és még túl azon, hogy egyébként itt a nemzetközi szervek a, vagy szervezeteknek az ügyeit idehoztuk, az is nagyon érdekes, hogy ezek nemzetek feletti Hálózó tényezőknek a, a, igen, és hát ebben ott vannak, ugye, multinacionális cégek, tech cégek, médiakonglomerátumok, tehát ez szerintem még veszélyesebbé teszi. Ugye egyetemen van egy erőtér, amire utaltál, de a megszólalók tekintetében, amiről az előbb kérdeztelek, tehát úgy tűnik akkor, hogy egy hangos kisebbségről van szó, tehát úgy érzed, hogy a többség az nem ezen az állásponton van, csak hallgat, miért hallgat, és hogyha hallgat, akkor te miért szólaltál meg? Hogy miért hallgat? Szerintem, mondom én, én úgy, úgy gondolom, hogy az abszurditás miatt. Tehát, hogy van, van dolog, amire így, így nem reagálnak. Szerintem a marxizmus is, amikor elindult, tehát így meghallgatták, hogy tényleg akkor mindenki egyenlő legyen, nem biztos, hogy tömegeket mozgatott át. De milyen reakciókat, vagy véleményeket kaptál ezekre a megszólalásaidra? Tehát érte például támadás, amikor állást foglaltál? Most ebben a konkrét esetben itt érdekes volt, hogy voltak nagyon sokan, akik támogatólag nyilatkoztak, tehát ők voltak a többségben, de nyilván az ember egy buborékban él ilyen szempontból, tehát most, hogy a közösségi média oldal, akik a, az ismerősei, az egy leválogatott csapat, tehát itt nem akarok ebből messze menő következtetést levonni, de, de megjelentek, igen, a, tehát volt RTL Klubos politikai szerkesztő, akivel vitatkoztam, volt marketinges, gondolom, hogy ők az LMBTQ közösség tagjaiként léptek ide. Mondom, hogy egy kicsit érdekes volt, hogy maga a megszólított egy posztban reflektál, de aztán ő, ő háttérben. Vonult. Azt mondtad ugye, hogy négy gyermekes családanyaként, amikor a három gyermeket már ugye nem kiröppent, de hát már nagyjából nagyfekedtek, akkor kezdtél el blogolni. Miért? Tehát miért érzed úgy, hogy veszélyben vannak a gyerekek? Feltételezem a te gyerekeidet is félted pedig hát ők egy konzervatív közegben, hagyományos családmodellben, megfelelő világnézet mellett nőnek fel. Mi az, ami fenyegetheti a gyerekeket? Biztos van ebben egy olyan látásmód is egyrészt az, hogy az ember, hogyha kicsit a történelmet ismeri, akkor az előbb utaltam itt a marxizmusra, meg a kommunizmus kialakulás, tehát ezért láttunk olyan izmusokat, vagy ideológiákat, amik aztán a társadalmat valóban radikálisan és nagyon hosszú ideig sebeket okozva számára próbálták átalakítani, és én úgy gondolom, hogy ez egy, ez egy modernkori marxizmus, vagy tehát egy, egy, egy ö, ilyen lebontó, ö, vagy tehát társadalom számára veszélyes ideológia, amiből nem vonhatjuk ki a gyerekeket, tehát miután egy globális világban élünk, hát hogy is tehetnénk, tehát, ö, és hát a saját életemben is, különben pedig én már ugye 45 éves vagyok, de amikor gimnazista voltam, én emlékszem, hogy ugye akkor kezdődtek egyáltalán ezek a kérdések így elő, kerülni, és volt osztálytársam, aki egyszer úgy jött be, hogy megkérdezte, hogy én csókoloztam-e már lánya. Hát még elkerekedett szemmel néztem, hogy miről beszél. Hát hogy ő kipróbálta, mert hallotta, hogy ez. Tehát ezek bevésődések, ezek a gyerekek lelkével, a gyerekeknek a pszichéjével, fejlődésével játszani, az egyszerűen tényleg egy vajos vonal. Ugye mondtad, hogy egy globális folyamatról, ráadásul kvázi egy ilyen ideológiai diktatúráról van szó. Szerinted átalakíthatják a hagyományos értékeket védő nemzetállamok logikáját is ezek a folyamatok? Hát én bízom benne, hogy nem, de törek, törekszenek rá, az is uh, szerintem egyértelmű. Egyébként az is érdekes, hogy egyszerűen a demokrácia felvetéshez is hogyan állnak. Ugye az Egyesült Államokban voltak olyan tagállamok, ahol például a meleg házasságról ugye uh, népszavazást tartottak, és a népszavazás egy markáns véleményt fogalmazott meg, hogy nem szeretnék. Ehhez képest bírósági döntésekkel ezt felülírták, tehát maga a jogállamiságnak a folyamatai is sérülnek ebben a, az egész dologban, ami meg még aggályosabbá teszi a, a kérdést. Ugye említetted az alaptörvénymódosítást és azokat a jogi bástyákat, amelyeket azért igyekszik mondjuk a magyar kormány megőrizni. Mit tehet mondjuk a hagyományos család hívő konzervatív közösség mindemellett? Hát szerintem el kell mondani a véleményünket. Ugye most tudomásul kell venni, hogy ez pillanatnyilag a közösségi média ennek a terepe, tehát minél többen megnyilvánulnak, szerintem annál tehát nem érdemes magunkban püfögni otthon a rádió mellett, vagy szelektálni ezeket a híreket. Nyilván nem kell mérgezést kapni ezektől a dolgoktól, de de, de érdemes határozott álláspontot, hogy mindenkit, különösen aki anyuka, apuka, arra bíztatnék, hogy a gyerekeinek az érdekében ezt tegye meg, mert nagyon itt kopogtat. És ne legyen illúziónk egy politikai váltás esetén, ezek a tendenciák meg fognak erősödni. No önmagadban rácáfolsz egyébként a konzervatív nőképre. Ugye, bár négy gyermeked van, tehát azt a penzumot teljesített, hogy otthon vagy, és te vagy a szülőnő, tehát ugye a férjedó Kovács Szilveszter, az operaház igazgatója, te aktív szerepet válasz vele, tehát nem csak otthon vagy a gyerekekkel, hanem felvállod a saját véleményedet, ezt kommunikálod, cikkeket írsz, tehát a közéletben is jelen vagy. Na ez már nem annyira félbere a konzervatív női képben, már a liberális felfogás szerinti konzervatív női képben. Hogyan látod ezt, tehát mennyire szeretnének ilyen szerepekbe kényszeríteni minket a másik oldalról? Tehát ugye mennyire érzed azt, hogy így kimozgunk, vagy rácáfolunk ezekre a nem tudom, én ezzel nem szoktam foglalkozni igazi igaziból, uh -huh. tehát én jól érzem így magam a bőrömben, tehát így ezen így sose több rengek, hogy meg én ennyi, ennél, hogy mondjam, egy... Tehát nem, nem, a személyiségemet ez nem befolyásolja, hogy milyen képekbe szeretnének, vagy mibe szeretnének bekényszeríteni. De például kérdezték már meg tőled, hogy elengedette a férjed a vitára? Ja, nem, nem. Egyébként nem. Mert hogy ismernek és tudják róla, hogy, hogy, milyen vagy. Na, beszéljünk még egy kicsit akkor arról, a konzervatív nőideára nem véletlenül tereltem a szót, hogy mi egyébként nőként a feladatunk ebben a vitában. Mert ugye azt gondolom, hogy mi mindenféleképpen helyi értéken kell kezelni ezeket az ügyeket, de helyi értéken kell kezelni ezeket a feminista mozgalmakat is, amire utaltál, hogy itt van már a negyedik hullám, a negyedik generáció. De ezt kevesen tudják, hogy második János Pál is beszélt új feminizmusról, és azt mondta, hogy az új feminista mozgalmaknak éppen, hogy az abortusz törekvései ellen kell menni, és a nők teljes körű felszabadítása ellen már a tekintetben, hogy ne tegyünk egyenlőségjelet férfi és nő közé. Hogyan érted, vagy hogyan érzette ezt? Hát egyébként ha a diverzitás ellenében leginkább ez megy, tehát, hogyha, tehát az, hogy kétféle nem van, két hivatása, más minőséggel, de egyébként egy, egyenlően, de nem azonosként, vagy, vagy, egyformaként, hát ennél szebb diverzitása a világnak nincsen. Tehát, hogyha aki ez ellen megy, pont az homogenizál az én felfogásom szerint. Tehát egyértelmű, hogy, hogy ezt érzem én is érvényesnek. Az pedig igen, valóban, hogy egyébként van ez erre vonatkozóan egy kis javaslatom már, mint a, a, a kapcsolódóan, hogy, hogy miért nem támogatjuk azt az édesanyját, aki egyébként krízisben van. Tehát akár úgy, hogy a várandós tesztbe beleteszünk egy kis levelet, egy, egy, egy éjjel-nappal hívható krízis számmal, ahol annyi minden ok vagy annyi minden kavaroghat egy édesanyának a, a fejében, hogyha meglátja azt a két csíkot, ami nem feltétlen jó pillanatban, vagy optimális pillanatban érkezik. Miért nem támogatjuk őket? Nem ideológikusan, nem megbélyegezve a saját döntését, eh, tá eh, eh, bízva nyilván a, a, a végső döntés, de de hogy támogatólag. Ez szerintem például nagyon fontos lenne, és abszolút, eh, hogy úgy mondjam, feminista vagy nő támogató dolog lenne. Csak hogy zárjuk keretbe ezt a beszélgetést, most fölteszem neked azokat a kérdéseket, amelyeket valószínűleg megkaptál volna abban a bizonyos indexes vitában, jó? Például miért ne fogadhatnának örökbe gyerekeket az azonos nemű párok? Miért kell ezt ellenezni, vagy eltiltani őket ettől? Hát ugye arra vonatkozóan nincsen tudományos konszenzus egyébként, hogy mi történik, vagy egyáltalán mi miatt alakul ki, vagy mi miatt sérülhet a, a normális nemi identitás, vagy annak a, fejlődése. Tehát innentől kezdve olyan szempontból azért aggályos, én úgy gondolom, hogy te keresztény emberként, hogy Mindenki, férfiak is, nők is megvannak vannak hívva a nők az, az anyaságra, tehát az élet továbbadására, a férfiak a nemzésre. És a ketten együtt ennek a kis törékeny életnek a, a az elindítására, vagy felnevelésére. Tehát szerintem ezt az élethivatást, vagy ebben hát legalábbis felvett kérdéseket az az, hogy a minta, ugye az elsődleges minta mégiscsak a családél, ott mi az, ami milyen hatások érik a gyerekeket. Egyébként a magyar szabályozás szerint deklarált módon nincsen ilyen típusú korlátozás. Itt az egyedülállóként való örökbefogadásnak a kérdése létezik. Ami szintén most teljesen mindegy nemi hovatartozástól függően, de egy, egy kisgyereknek, aki ugye már ideje korán traumákon van túl, hiszen örökbeadásra kerül, nyilván az optimális az, hogyha egy anyuka és egy apuka házastásként neveli. Tehát ez adja a legnagyobb biztonságot. Innentől kezdve mindegyik más, ez egy kicsit kényszer megoldás. Sokat érvelnek még azzal is az azonos nemű párok örökbefogadása mellett, hogy sokkal jobb egy kisgyereknek egy szerető közegben felnőni, lett légyen szó azonos nevű párról, mint mondjuk a szociális intézményrendszerben, tehát adott esetben mondjuk gyermekotthonokban. Erre mi a válaszod? Én elképzelhetőnek tartom, hogy egyébként egyes esetekben még azt mondom, hogy lehetséges is. Tehát akár a vita partner esetében, nyilván az ember nem lát bele a másik életébe, tehát nem tudjuk, hogy a, a zárt ajtók mögött mi történik. Lehetséges, de mégiscsak generális szobályokat kell hoznunk. Tehát egy társadalom nem létezhet úgy, hogy mindig egyesével bírálunk el egy, egy, egy adott dolgot. Az biztos, hogy nagy egészében nem ez a jó út egy kisgyereknek a fejlődése szempontjából, vagy legalábbis nehezített pálya. Mit szólsz ahhoz a külföldi példához, ahol egy homoszexuális pár deklarálta, hogy ők felnövekedéséig homoszexuálisként fogják nevelni a gyermeküket, és aztán, hogyha kicsi úgy választ nagykorában, hogy ő mégis heteroszexuális szeretne lenni, akkor azt ők jóvá hagyják, engedélyezik. Hát ez abszolút problematikusnak tartom, tehát egyszerűen egy, egy kisgyereket nem lehet ebbe tehát a saját akarata ellen bevonni egy ilyen kísérletbe, egy ilyen, ami mondom az előbb említett meghívását az életnek, a, a, tehát a boldogságra való meghívását, az élet továbbadására való meghívását lehetetleníti el adott esetben. Tehát, és ráadásul és ugye ellent mondanak, tehát ugye azt mondják, hogy ez egy született állapot a homoszexualitás. Itt akkor mégis egy nevelés, tehát legalábbis, kérdéseket vet föl. Ön sok az ellentmondás részt venni, még vitában, ha újabb felkérést? Ja, most már muszáj. <laughs> Ezek után. Igen. Én is biztatlak rá, és köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én el. köszönöm szépen. És önöknek is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velem a jövő héten is az abszolútban a viszontlátásra.